itt hangulati változások esetleg, vagy egy rossz paszban lévő állapot befolyásolja-e az aura engem? Zenét? Nem az egyénnek, hogy ha te most egy ilyen nagyon-nagyon rossz kedvű ember keres meg téged, akkor annak az aura zenéje más lesz-e, mint aki életvidáman jön hozzád? Vagy ez független. Teljesen, én fénykép alapján is megcsinálom például. Nagyon kisgyerekeknél, 2 hónapos kortól már nyugodtan vállalom az aura zenéjüket, de például kórházban fekvő, nagyon rossz hangulatban levő, gépeken levő embereknél egy fotót, ha elhoznak a hozzátartozók, akkor háttérzeneként tudja, úgymond, ha nem is úgy hallgatja, hogy ő most akarja hallgatni, de mégis segít rajtuk és tudatos tud változni. Viszont ez független, mondom, az ideális aurát, mind a 4 aura síkot játszom, nem csak külön-külön szólnak meg, hanem harmonizálva is, tehát akordikusan is, amit a hegedű amennyire képes arpeggiókkal, akkordokkal megvalósítani, és azáltal, hogy az ő számára nem az ő hangulatából indulok ki, tehát én nem hangulatzenét játszom, hanem tőle függetlenül, sőt, múltbeli, előző életekbeli események is feljönnek a hallgatása közben, számára esetleg, vagy színek, képek, szövegek, tartalmak, információk, üzenetek, ezáltal nagyon nagy mértékben képes ő az ideális állapotta felé haladni. Sőt, már az első hallgatás, ami egyébként fejhallgatóval történik, külső hallgató nem sokat hall belőle, sőt én is csak egy izegést, mert rajta nincs fejhallgató, csak az elektromos hegedűnek az izegése hallatszik. Ez alkalmas arra, hogy őt már akkor helyre rakja, alapvetően elindítsa ezen az úton, amiért jött. Egyébként, ha eljön, akkor már nincs az, hogy neki ilyen rossz vagy rossz a kedvem, akkor valószínűleg nem fog aznap eljönni, hanem egy másik nap. De ez engem abszolút nem korlátoz. Még egyszer mondom, a zene fönti, az üzenetek föntiek, nem az ő személye határozza meg, hogy milyen a zene. És akkor te is ezt így kapod valonnan, hogy mit kell. Így van. Mit kell írnia, hogy nod éppen arra az emberre. Így van, hát írni nem írom, egyenesben történik minden. Én azt gondolom, sokan mondták, hogy írjam le a zenéket, most nem az aura zenéjére gondolok, hanem átlapba a CD-imre, most 17 CD-m készült el rövid alatt. Nem írom le, mert abban a pillanatban, hogyha valakinek másnak kéne játszani, már nem abban a jelenben van, és nem azzal a kapcsolással dolgozik, mint ami itt van. Tehát mindig folyamatos jelen van. És annak a minőségeit, annak az értékessége éppen abban van egyébként, hogy jelent, hogy éljük meg. Aki rosszul éli meg, akkor csinál magának egy rossz múltá fog válni. Tehát akkor itt a pozitív gondolkodás. Igen, de fordíthatjuk így is. Nem csak gondolkodás, az érzés is, tehát mind a 4 vetületben gondolkodjunk, de ez csak egy a mentális gondolkodás. Nem csak ez. Egyébként mi a tapasztalatod? Tehát azt mondjuk, hogy megkeseredett emberek vesznek körül bennünket, sokszor hallani ezt. Te mit tapasztalsz, hogy akik hozzád fordulnak? Mennyire úgymond segélykiáltás? Valamennyire már úton vannak. Tehát igazából azok, volt például most tegnap éppen egy házas pár jelentkezett be, mire ideértek, már csak a hölgy jött el. Tehát önmaguk fél, sok ember fél attól, hogy elindulhat egy úton, mert akkor vállalnia kellene valami olyasmit, ami önmaga. És leszoktak az emberek arról, hogy vállaljanak, inkább egy sztereotíp rendszerben, egy megszokott szokásvilágnak felelnek meg, amik nem ők. Egyszerűen részt vesznek, egy ilyen biorobotként, droidként működnek. És nem pedig, valahonnan ugye kezelik őket is, de nem a pozitív felső világra gondoltam, hanem bizonyos társadalmi struktúra, ami ezt várja el az emberektől, hogy feleljenek meg olyan intézményi elvárásoknak, tehát olyan rendszereknek, amit az emberek találtak egyébként ki. És ez nem természetes. És ebbe betegszenek bele az emberek, és rosszul érzik magukat, viszont ezzel szembesülni kevesen tudnak. Meg kell mondjam, hogy a nagy részük nők, hölgyek, akik jönnek, alig van férfi társ, aki erre vállalkozik, aki nem valamifajta ego szemlélettel közeledne a dolog fel, hogy neki nincs problémája, pedig hát sokkal több van esetleg, mint a párjának. Csak inkább elfojtjuk akkor ez a tapasztalat. Így van. Nagyon sok betegség abból származik, hogy elfojtásból jönnek, és sajnos, ha töltjük tovább a hurkát, akkor kipukkad. Tehát ez logikus, egyszerűen még fizikailag is magyarázható, hogy miért megy a fizikai testünkre. Elvileg nem kéne öregednünk, elvileg nem kellene túl hamar meghalnunk, egyszerűen kommunikációs problémában élünk, pedig a kommunikáció évszázadában élünk, most már jó ideje a kommunikáció a legfontosabb dolog, és mindenfajta kommunikáció, szellemi kommunikáció, elmekommunikáció és a testkommunikáció meg van szakítva, és ha meg van szakítva, akkor pusztulunk.
abban az esetben viszont akár ők is élhetnénk, persze elméletileg, hogyha ezek a részeink úgymond nem különállnának, hanem figyelnének oda-vissza a kommunikációra. Tehát kétirányú jelzések. Test jelez, és sokan legyintenek rá. És ezzel azt mondom, hogy nem veszem fel azt a telefont, amit a test éppen most telefonál, hogy mi a problémája. Ebből következik az, hogy idő után a test már nem jelez, és az látod, meggyógyultam, nem is fáj. Pedig a probléma ott van, csak kikapcsolt egy olyan áramkört, egy olyan vonalat, ami ezt rendezhette volna, és aztán ugye ebből súlyosabb állapotban rák például ilyen megjelenési forma, amikor nincs kommunikáció a test és a szellem között. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Enrico, és most megkérnénk, hogy zenélj nekünk egy kicsit. Nagyon szívesen.